Szeretettel köszöntöm Önöket, Önök ismét a fehérvári beszélgetéseket látják. És a mai vendégemet azt hiszem, hogy nem kell Önöknek bemutatnom, hiszen ő maga is már volt ebben a műsorban is, nem is egyszer. Nagyon sokszor ebben a székben szokott ülni, és hogyha azt mondanám Önöknek, kedves nézőink, hogy gondoljanak egy fehérvári újságíróra, aki nagyon sok mindent tett le ezen a területen az asztalra, akkor azt hiszem, hogy egyöntetően Vakler Lajosra gondolnának nagyon sokan. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hát, hogyha jól emlékszem, akkor legutoljára ebben a stúdióban, ebben a felállásban pont fordítva ültünk. Igen. Hiszen egyszer én is voltam a vendéged. Igen. Szép jó estét, köszönöm a meghívást, még szép, hogy elfogadtam. Hát ugye most az az apropója annak, hogy itt ülsz, hogy nemrégében átadták a Fejér megyei Prima díjakat, ahol hát ugye nekünk, kollégáknak természetes volt, hogy azért díjat fogsz kapni, és ugye egy külön díjjal ismerték el a munkádat. Igen, közönség díj, és a 3x1 millió helyett megkaptam a közigazgatásért külön díjat, amit ezúton is köszönök az adományozónak nyilván. Hát ugye ezt nagyon sokan tudják rólad, hogy azért nagyon-nagyon sok munka van a mögött, ami ugye most egy elismerés formájában, egy újabb elismerés formájában meglátszik, de ugye ez nem az első, hiszen már Penna Régia díjat is kaptál. Most is így egy nagyon-nagyon rohanós nap után vagy itt, és még ugye ez is folytatódik a mai napon. A mai napon szelárulhatjuk a kedves nézőknek, hogy te vagy a Híradó szerkesztője, de amellett, hogy híradószerkesztő vagy, néha nagyon sok híradós anyagot csinálsz, nagyon-nagyon sok újságcikket írsz a Fehérvár magazinba. Beszéljünk egy picit a kezdetekről, és akkor majd eljutunk napjainkig. Ugye úgy 20 éve már, hogy a Fehérvár Televízió munkatársa vagy. Hogy emlékszel vissza erre a 20 évre? Érdekes volt, annyi bizonyos. Sáringer Karcsi hívott engem. Megérkeztem Pestről, az Esély Társadalompolitikai folyóiratnál dolgoztam. Az egy remek csapat volt, és nagyszerű tanuló pénz mindenkinek. Megfizettem, mondhatom, mert hogy egy olyan szerkesztőbizottságban dolgozhattam, ahol Lévai Katalin volt a főszerkesztő, a későbbi esélyegyelőségi miniszter, aztán Hankis Elemér, Vitányi Iván, Gombár Csaba, sorolhatnám, tehát nagyszerű emberekkel, és ráadásul mi úttörők voltunk ott Pesten, mert ugye azokban az esztendőkben a gazdasági válság következtében nagyon sok ember elveszítette a munkáját, és akkor alakult ki, ha úgy tetszik, a hajléktalanság intézménye. És nekem ez lett a szakterületem. Hajléktalanokkal foglalkoztam, olyan emberi sorsokat írtam le, amelyek hát most nem idézhetőek, de én azt gondolom, hogy próbáltunk tenni azért, hogy ezeket az embereket az akkori társadalom is elismerje, illetve próbáljon meg úgy segíteni, ahogy ők azt megérdemlik, hiszen a többségük, tetszik, nem tetszik, önhibájuk kívül lett hajléktalan, került utcára. Tehát onnét jöttem, és a Sáringer Karcsi hívott, a Sipihez bejöttem bemutatkozni, a labdarúgó múltam okán ismert engem, és azt mondta, próbáljuk meg, ugyanis nem tévéztem természetesen, azt, hogy írtam, azt tudta, és akkor így jött az egész történet. Első körben természetesen sporttal foglalkoztam. Mátai Balázs távozása után 2,5 évig voltam sportszerkesztő, akkor még nem voltak a nagy csatornák, sportcsatornák, tehát minden mérkőzést mi közvetítettünk. Mennyiben volt ez más ahhoz képest, ahonnan jöttél? Mindenben. Leginkább azért a képi világ az mégis más. Az íróasztalok rejtekében, a papír rejtekében, az egyszál tollal vagy éppenséggel a számítógép mögött írva, az egy kicsit más dolog, mint hogy napról napra megmutatni magad. Sokkal rövidebben, összefoglalóbban kell írni, zanzásítva, úgy tetszik, ami nekem nem volt stílusom, ma sem az egyébként. Tehát nehéz volt, ugyanakkor jött szép sorban, tehát megtaláltak a feladatok. Nyilvánvaló volt, hogy előbb-utóbb a kultúrával is elkezdek foglalkozni. Egyébként előtte érdekelt valamilyen szinten a kultúra? Világ életemben, tehát semmi más nem csináltam. Zene, irodalom, elsősorban az irodalom. Komoly zene, könnyű zene, vegyesen. Bár hát ugye az én korom nagyjai, tehát én Illésen metrón nőttem fel, LGT-n, és hogy később azért alakult, az most már más a világ, de nyilvánvaló, hogy nem abból élek, hanem azért folyamatosan figyelemmel kísérem, mint ahogy nem is csak Jókait olvasok,
van már, hanem nyilván kellenek a Grecsó Krisztiánék is, ahogy tetszik. És aztán megtaláltak az egyéb jellegű feladatok is, nem csak a kultúra, meg a sport, hanem híradózásba is belekezdtél? Körülnéztem én, hát híradóztam nyilván közben, a kultúra az maradt, a sport maradt egyébként, tehát írásban is, viszont arra figyeltem fel, hogy itt lakunk mi a Mezőföld szívében. És azt mondtam, a kutyafáját, hát az nem létezik, hogy a paraszt a Mezőföldön szitokszó legyen. És akkor 11 néhány esztendője kitaláltuk, hogy legyen egy mezőgazdasági műsor. Ugyanis itt vagyunk a Mezőföld szívében, nagyszerű emberek dolgoznak a mezőgazdaságban, állattenyésztésben, növénytermesztésben, nem sorolom az embereket, mert nagyszerű emberek. Hogy legyen egy ilyen műsor. És azóta is megy, és ráadásul ugye van egy fanklubom, tehát vannak olyan települések, Székesfehérvár agglomerációs övezetében, ahol nézik ezt a műsort. Összeülnek a gazdakörökben, művelődési házban, kocsma külön termében teljesen mindegy, és nézik a műsort, megvitatják, hiszen frissek vagyunk azzal, hogy hetente aktualitásokról számolunk be. Olyan fontos dolgokról, amelyek az ő életüket adják. Mert hogy ők az életüket adják. De azért egy időben még megmaradt az újságírás is, amikor még nekünk nem volt saját újságunk. Igen, azért hát a Millenniumi Országjáróban írtam a Magyar Nemzetben röviden, aztán hát ahogy megváltozott a politikai helyzet, ugye a Millenniumi Országjáró megszűnt, hiszen az arra alakult, a Magyar Nemzet pedig, tehát az a fajta újságírás, az soha nem az enyém, ahol politikai elvek mentén kell valamiről írni, lásd kultúra. Tehát ha valami azért nem jó, mert a másik oldal, most mindegy, hogy melyik oldal a másik, akkor az már nekem nem jön be. És hála Istennek megtehettem azt, hogy azt mondtam, hogy akkor köszönöm szépen, viszontlátásra. Most viszont napjainkban, amióta mi Fehérvár Média Centrumként üzemelünk, ugye azóta van újságunk is, van a televíziónk, van egy csomó olyan lehetőség, ahol ugye a szárnyaidat próbálgathatod, hiszen ugye mondjuk a híradós műfaj az nem pont az a műfaj, ahol mondjuk úgy meg tudod mutatni a tehetségedet, ám bár azért nem mindegy, az sem nyilván, hogy egy híradós anyagot hogy fogalmaz meg az ember. Így van, hát én nem lubickolok a híradóban, ez ugye köztudomású, de ennek ellenére értelemszerűen a komoly dolgokat meg kell, hogy csináljuk, és az mindenkinek feladata, tehát nem mondhatom, hogy én most már csak elvarázsos stílusban írok arról, hogy mi történt adott esetben a városban, mi komoly eseményekről van szó. Ezért aztán nyilván a teszt is meg kellett tanulnom egyik oldalról, nehezen ment, nem mondom. Nem általános a stílusom, ez tény. Hát van egyfajta lalis stílus. Van egyfajta, így van. Mi úgy hívjuk, hogy a lalis stílusa, igen. Igen, ezt nem fogom levetkőzni. De nem is kell szerintem, hát ettől vagy te ilyen. Aztán egyébként megtaláltak a feladatok, hiszen ha úgy tetszik, akkor az első filmjeimtől mindig születnek újabb filmek. Tehát az engem kutya tanított meg járni, az már kultfilm, hogy az 1999-ben készült, aztán jött a Bölcső, jött a Székelyföldi Pillanatok sorozat, és meg annyi portréfilm. Hála Istennek sikerült megvalósítani az elképzeléseimet, és azzal, hogy ezek a filmek népszerűek, mondhatom azért, hogy népszerűek, hiszen a Vörösmarty Társaságnál, illetve különböző nyugdíjas klubokban folyamatosan napirenden vannak. Én azt mondom, hogy megtalálta a helyét az a fajta közlés, amit én megfogalmazok a filmjeimben. Na igen, ezt akartam pont mondani, hogy egy másik arcod a portrékban merül ki, de nem csak a filmekben, ugye az újságokban is írsz portrékat. És nagyon sok filmet készítesz, egyéb filmet itt a Fehérvár Televízióban, legyen szó egy rendezvényről, egy városi eseményről, akkor mindig te vagy az, aki elmegy, és utána biztos, hogy egy 25-30 perces filmet készítesz belőle. Igen, mert kellően elvarázsoltak, akik eleve megszerveznek ilyet. Tehát kitalálni például a Lecsó Fesztivált, kitalálni egy Kolbásztöltő Fesztivált, azért ez egy kicsit több, mint köznapi. És amikor nézzük, hogy elindultunk 18 csapattal a Sipivel, és ma már 600 csapat van, el sem férnek, ugye egészen itt a Szentvendel útig tart a remek hangulatú lecsófőzés, az filmet kíván, így van. Mindig más a megszólaló, másként gondolom én magam is. A lényeg az, hogy a lecsó az ürügy a közösségi létre, ürügy a jókedvre, ürügy, hogy egy kicsit összeboruljunk,
evésre, ivásra, nem titok, hogy ez így van, de én azt mondom, hogy ez így van rendjén. És ez ugyanez van az összes többi közösségi rendezvényen, és hála Istennek szerintem Székesfehérvár nagyon jó úton jár ilyen szempontból, hiszen azért a fesztiválok városának is mondhatjuk magunkat. Egy-egy ilyen filmnek hogy állsz neki? Hiszen én azt látom, most így a melletted egy-két asztal ülve, hogy, és hát úgy, hogy magam is már egy filmmel büszkélkedhetem hozzád képest, a több százhoz képest, hogy azért egy filmet összehozni nagyon nehéz dolog. Tehát, hogy azért kell egy fajta utánajárás, utánanézés, meg kell agyban tervezned a koncepciót, és a többi, sorolhatnám, hogy mennyi mindenből áll, a munka folyamatokat nem is említve, tehát, hogy el kell menni forgatni, meg kell vágni, leülni, narrációs szöveget írni, vágás is időt igényel, és a többi, és hogyha még színes dolgokkal, zenével, és a többivel szeretnéd feldobni. Tehát, hogy én azt látom, hogy te is aztán, hát tényleg egész nap rohansz. Igen. Az egész nap tele van a te neveddel állandóan, mint például a holnapi nap is, hogy körülbelül 6 forgatást írtunk ki a holnapi napra neked, de az tuti biztos, hogy a héten megint csinálsz filmet, ezt most már nem mondani, pedig nem tudok róla. Igen, igen. Egy filmnek úgy állok neki, hogy először is gondolkodom, de ez közhely persze. Nem, határozott vagyok. Tehát játékosan fogalmazom meg a dolgomat, viszont határozott vagyok, és nem tágítok. Először kezdjük azzal. Ugye a Megyerizelő gyakran idézi azt, hogy a híradó, ez a híradóra vonatkozik, hogy a híradót én szerkeztem, amikor tanácsot akar adni a kívülálló, nem a kolléga, a kívülálló beleszól. A szöveg az az, hogy a híradót én szerkeztem, nem az élet, és nem ön. Tehát lehet, hogy nem tetszik, egyes embereknek nyilván nem tetszik, de azt nyilván nem nekem mondják meg. A filmekbe pedig nem engedek beleszólást senkinek sem. Az operatőrtől tanácsot kérek, segítséget kérek, és azt, hogy mi ketten közösen valósítsuk meg az elképzeléseimet, és tegyük hozzá az övét. Tehát párban jár a történet. Kézen fogva járunk a vágóval is, nem adok utasítást, hanem önmagában adja magát, hiszen az én stílusomban feltett kérdések általában elvarázsolt válaszok is jönnek, amikor ezt tehetjük, nyilván ez a filmtől függ. És utána nekiállunk és csináljuk. Nem hetekig, nem tépelődünk, hanem tudatosan, a szöveget mindig tudatosan írom, tudom, hogy mit szeretnék. Tehát nem adhok alapon megyek oda soha sehova, tudom már előre, hogy kivel szeretnék beszélni, nagyjából azt is, hogy mit szeretnék hallani tőle. Az nem helyes, hogy elmondom, de tény, hogy úgy kérdezek, mert nem magamnak csinálom, és legkevésbé sem neki a filmet, hanem azoknak, akik megnézik. Igen, nálad mondjuk ez nagyon jellemző, és azt mindenki tudja rólad, hogy a szakma iránt és a nézők, olvasók iránti alázat az valami határtalan. Ez az alázat, ez nem vagyok álszent nyilvánvaló, a sikerért teszem, amit teszek. Van benne részem, úgyhogy köszönöm szépen, viszont én nem fogok megváltozni csak azért, mert hogy jobban tessek. Ez nem fordulhat elő. Egy pár szót említsünk arról a filmedről is, amivel most a közelmúltban most már sok helyen bemutattátok a Szent István Emlékek Rómában című filmedet, ami nagyon nagy sikernek örvendett. Hát ez legalább annyira az enyém, vagy Erikáé, mint az enyém, hiszen gyakorta jártunk Rómába. Azért azt mondjuk el a kedves nézőknek. Tehát Simon Erika az Simon Erika lelkem jobbik fele, aki fotóriporter, és ugye együtt mentünk mindig Rómába, ezután is együtt fogunk menni, és nagyszerű képeket készített. És én mindig rácsodálkoztam, hiszen én meg belástam magam, hogy hova megyünk. Előre tudni akartam, hogy mi fogadott. Nem, a meglepetés nekem nem jön be. Tehát valamelyest azért tudjam, hogyha én megyek a Santo Stefano Rotondóba, akkor miért megyek oda. Nem csak azért, mert milyen jó neve van. Tehát, hogy Szent István templom. És arra jöttem rá, hogy ezt valahogy ebből kéne filmet csinálni. Mégpedig azért, mert hogy csupa olyan Szent István emlékkel találkoztam, amit a Rómába látogató általában nem néz meg, hiszen Kolosszeum, Spanyol lépcső, Trévi kút, Vatikán,
székesegyházak, lateráni, vagy teljesen mindegy, melyiket mondom, angyalvár, és köszöni szépen. Egy-egy jó pizza, vörösbor, köszönjük. Nekem ez kevés volt értelemszerűen. És akkor leültünk, kijelöltem azt a 8 helyszínt, ahova szeretnék elmenni és megnézni. Abból 7 bejött egyéb iránt. Megírtam a forgatókönyvet, és neki láttam. És azt azért említsük meg, hogy Preszter Elemér kollégám. Preszter Elemérrel, igen, csak először ugye pénzt kellett szerezni, akkor operatőrt találni rá, akiben megbízom, hiszen ez azért 10 nap olyan helyeken, amelyekért mi nagyon sokat fizettünk, hogy ott lehettünk, hiszen a vatikáni titkoslevéltár az egy nagyon komoly összeg volt mindenféle értelemben, tehát azt úgy kellett megcsinálni, hogy tisztességes legyen. Hogy legyen olyan szöveg, amelyet Mihály Győző, aki a narrátora volt, azt mondja, hogy ez baromság, Lajoskám, ezt nem mondom el, a barátságunk ellenére sem. Tehát legyen olyan szöveg, legyen olyan, nem a felhajtást mondom, hanem jusson el mindenhova, ahova szántuk. Így került el ugye a Városházán a díszbemutató, így került el Rómába a Római Magyar Akadémiára, ennyi. Azt tudjuk, hogy itthon mondjuk milyen visszhangja van is Rómában? Rómában jó volt, igen, ott volt a vatikáni nagykövetségről, akinek illett ott lennie, tehát a kulturális attasé és a többiek, az akadémia munkatársai, nagyon sok Rómában élő magyar van, aki ismer bennünket régről, ott volt Sárközi professzor, aki egyébként szakértőként közreműködött, ő a jégkorong elnöknek az öccse, aki Róma szakértő. Nagyon sokan jöttek el, festőművészek, hiszen az irodalom és a képzőművészet kedvelői tudják, hogy az a Római Magyar Akadémia központja a római magyaroknak. Most ez a legutóbbi. És azóta milyen terveid vannak így filmeket illetően? Azóta megvannak, tehát egyrészt folytatni szeretném ezt mindenképpen, tehát Szent László nyomában Erdélyben. Azért nem Székelyföldet mondok, holott a film 90%-a Székelyföldön játszódik majd, mert Nagyvárad az adja magát, hiszen a Szent László a lovak király települése, városa, és akkor elindulunk Székely, Derzs, Csíkszentmihály, Gelence, Kíjén, egy csomó olyan település, ahol templomokban, és nem csak katolikus templomokban, hanem unitárius és református templomokban is felbecsülhetetlen értékű, csodálatos Szent László freskók, képek, emlékek vannak, szobrok, amelyre most jöttünk rá. És hogy miért nem Szent László emlékévben, amelyik az idei, mert teljesen mindegy, hogy mikor csináljuk meg. Tehát én nem kötődöm pillanatokhoz, évekhez. A harmadik, hogy miért Erdély és miért Székelyföld, hiszen amióta abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a fehérvári versünnepes résztvevőkkel ott tölthetek időt a Varga Sándor verstáborban, Csíkcsomortánban, plusz most már ugye zsűrizem a csíki versünnepen is, azt láttam, hogy tényleg csodálatos Székelyföld. Ennyi. És ez mikorra várható? A forgatókönyvet megírtam, nagyjából, és hát most keressük rá a forrást. Hát akkor a közeljövőben megint egy nagy durranás. Hát jövőre, igen. Jövőre szeretném. Ennyi. És akkor van egy másik dolog, ami most alakulóban van, ez a könyved. Tegnap került nyomdába, örömmel mondom. Mesélj egy picit erről, mi lesz most? Hát a könyv ötlete Bobori Zoltántól jött, ő azt mondta nekem, hogy az nem létezik, hogy ne jelenjék meg könyvformában azok a portrém, illetve a portré filmjeimnek az írott változata, hiszen különleges emberekkel és rendkívül különleges helyszíneken beszélgettem. Akkor gondolkodtam, ugye az köztudomású, hogy én nagyon-nagyon lassan írok. Na, ezt akartam mondani, hogy ahhoz képest, hogy te mindent kézzel írsz le, mindennek megvan a papír alapú lenyomata? Mindennek megvan, így van. Uh-huh. És utána legépelem. Az első időszakban Erika segített, akkor tényleg béna voltam, ha úgy tetszik. Ez rossz órá. Tehát ügyetlen voltam. Tehát nekem nem a gyermekkorommal jött a számítógép. Aztán körülbelül az egyharmadától már én írtam. Tehát amikor jöttünk ide, ugye mondtam, hogy ez körülbelül 900 ezer karakter, majdnem 1 millió, és hát abból a 600-700 ezeret én írtam.
Ilyenkor már, tehát annyira büszke vagyok erre a számra, egyéb iránt, hogy már a tartalmi oldala, mintha nem is érdekelne, pedig nagyon is. Mert hogy olyan embereket igyekeztem kigyűjteni a csak nem 400-ból, adhok alapon, ez tényleg úgy történt, mint egy ABC-ből, hogy legyen néhány B betűs, C betűs, és így tovább. Pedig azt szerintem mindenkivel beszélgettél, szerintem, aki él és mozog ezen a földön. Most azokat választottam, amelyek kellően játékosak, és mégis komolyak ahhoz, hogy egy ilyen elsőnek, ugye, mert arra kértek fel, hogy írjak például naplót. Soha nem írtam életemben naplót, és azt gondolom, hogy teljesen felesleges naplót írni. Ilyen értelemben persze, hogy a következő nap a fontos. És arra is figyeltem, hogy nehogy azt mondják, mert azt azért megkapom, hogy én a múltban révedezem folyamatosan. Szó sincs róla. De arra viszont büszke vagyok, hogy nagyon sok ember nekem, tehát a kifelé nagyon sokan köszönhetik nekem nem az ismertségüket, hanem azt, hogy egyáltalán a történetük megjelent. Tehát a visszajelzések alapján. A szereplőket tekintve mindenféle területről, tehát politikától elkezdve politikus a kultúránát. Politikus nincs benne egy sem. Nincs benne Nem. Arra kifejezetten ügyeltem, és nem azért, mert hogy nem éltem volna a politikában, hanem azért, mert a különböző művészeti ágak képviselői aztán orvosok. Tehát ha a politikusnak tekintjük Gógl Árpádot, akkor van benne politikus, de őt sokkal inkább orvosként kedveljük, és így tovább. Sportolók is kevesen vannak azért, mert azt majd külön fogom összegyűjteni, hiszen a sportmúltam okán is nagyon sok jó barátom van. De többségében olyanok, akikre büszke lehetek, hogy beszélgethettem velük, tehát, és sajnos néhányan már nincsenek köztünk, de hát őket pedig tiszteletből tettem be, mint például Takács Nándi bácsit, püspök atyát, illetve Makkárolyt, mert ők fontosak nekem. De akik itt minden nap találkozunk, és ugye én arra ügyeltem leginkább, hogy különleges legyen az a beszélgetés, hogy olyanokat tudhassunk meg róluk, ami mindez idáig nem került napvilágra. Tehát akkor nem csak az volt a fő szempont, hogy a te szívedhez közel legyen. Nem. Tehát én magam is nagyon sok mindent tudtam meg róluk. És Gépáni, most így jobban megy? Hogy ennyi karaktert leírtál? Jobban, határozottan. Tehát jellemző módon, hogy most már a híradóanyagaimat is begépelem, mert mindig kéritek. De szívem szerint, tehát úgy kezdem, hogy előbb leírom. De egyébként úgy gyorsabban, hogy te csinálod csak? Mert gyorsabban gondolkodom, és írok kézzel, mint hogy géppel. Igen, nekünk mondjuk nagy segítség az, hogy te vagy. Azt azért szerintem remélem, hogy te is tudod, hiszen a tévében tényleg úgy gondoljuk, hogy Lali nélkül megállna az élet. Ezt a nézők kedvéért is mondom, hiszen egy-egy pénteki nap például, ha a Lali nem vinne mondjuk 6 anyagot egyszerre, akkor tényleg nem lenne híradónk. De nem csak a híradó, hanem szerintem a Fehérvár tévében az élet is megállna. Ja. Egy kérdést tartogatok itt a vége felé, hogyha, hiszen a kérdezés technikád is már eleve olyan, ami szerintem megbecsülendő és példaértékű, és tanulni lehet tőled. Hogyha saját magadtól kellene kérdezni valamit, egy valamit, akkor mit kérdeznél? Igen, hogy valóban elég 24 óra az életre? Igen. És azt válaszolnám, hogy igen. Igen, egyébként jó kérdés, mert én is feltettem volna, hiszen járunk. Igen, de azért a te életed egy kicsit más, mert én azt látom tényleg, hogy neked nem számít, hogy éjjel van vagy nappal, az, hogy már lassan el kell küldeni szabadságra, ott tartunk, és akkor néha akkor is betévedsz, és csak megcsinálsz egy-két anyagot. Mikor pihensz? Most tényleg? Már amikor esténként könyvet írsz, vagy éjszakánként, akkor mikor pihensz? Most. Mit jelent a pihenés önmagában? Hát tehát nem mi? Akarok ez neked akadémikus vitát nyitni arról, hogy kinek mi a pihenés. Tehát ha én otthon vagyok Erikával, mi ketten otthon vagyunk, tehát kevés tévét nézek. Elvarázsolt filmeket nézek, az tény, tehát ilyeneket, hogy Csengetett Milord, és így tovább, tehát vicceseket. Viszont sokat olvasok, az például pihenés. És mondjuk egy
nap, hogy készülsz fel, mondjuk, hogy tudsz napra kész lenni? Reggel kinyitod a napi lapokat, gyorsan átfutod, vagy az internetet böngészed? Én még olvasok újságot. Tehát most már rászoktam én is arra, hogy hírkeresőben azért megnézem a napi híreket, de az anzásított hírt, tehát nekem a Gulliver az nem azt jelenti, hogy a zaklatott életű hajóorvos kicsi és nagy emberek közé kerül. Nekem a Gulliver egy könyv, amit Jonathan Swift írt, és ennyi az egész. Tehát én a Gulliverre törekszem, hogy el tudjam olvasni, és ez így van minden mással. A felkészülés pedig annyiból áll, azért az én koromban már a rutin is sokat segít abban, hogy azért félszavakból megértjük egymást az interjú alanyaimmal, és ráadásul tudatosan készülök. Tehát azért, ha megkapom előző nap a következő napi tervet, és azt tudom, hogy azt én fogom csinálni, akkor tehát most például a Vörösmarty Mihály szavaló verseny előtt vagyunk, már ötször voltam. Nyilván minden verseny más, de az alapvetései, hogy a diákok miként készülnek erre a versenyre, és azok a tanárok, akik felkészítik őket, miként gondolkodnak, az adja magát. Tehát az nem változik, hála Istennek. És sorolhatnám, úgy általában ez így van. Tehát ha egy festőművésznek értelemszerűen utána járok, hogy ki ő, tehát hogy ne vakon menjek oda, de azért, ha Grecsó Krisztiánnal kell beszélnem, akkor most ugye felvetődött a neve, akkor azt tudni fogom, hogy tőle mit kérdezzek, mert léptennyomon találkozom vele a hétköznapjaimon is. Tudom, hogy nálad nem fordulhat elő, de azért, hát ha mégis, csak a nézők kedvéért. Emlékszel esetleg olyan forgatásra, vagy olyan jelenetre így az elmúlt 20 évből, 20-25 évből, ami mondjuk egy viccesebb helyzetet teremtett, vagy egy baki volt, és mondjuk egy kicsit kellemetlen volt, de elmered mesélni? Kismillió bakim volt. Mondjuk ez hozzátartozik a szakmánkhoz. Igen, kismillió bakim volt. Hát olyan például nem, hogy halott emberről kérdeztem volna, mert tehát mások bakiait sokkal inkább, hogy hol van ő most. De tény, hogy de olyan Orbán Viktorhoz kapcsolódik mindenképpen. Meséld el, kérlek. Mert az első időszakokban a legviccesebb történetem az félig az enyém. A Verebes Józsi bácsi, a edző, megkért engem, hogy jönnek ők is Felcsútra, ahol még megyei első osztályban játszott a miniszterelnök úr, és készítsem őt fel, és nem készítettem fel, és oda ment hozzá a szünetben, oda mentünk együtt, és nem szóltam neki továbbra sem, azt hittem, hogy tud mindent, hogy mi történt az első fél időben, és a szünetben azt kérdezte a Viktortól, illetve segített neki, hogy nagyszerű volt Viktor, csak így tovább, ugyanúgy támadjunk, mert mindig több eszem első személyben beszélt, támadjunk, lőjünk kapura, zakatoljunk le föl, meg lesz az eredménye, gratulálunk. És a miniszterelnök úr, már mint Orbán Viktor, nézett rám, hogy most mi van. Ugyanis az első fél időben ő nem játszott. Hát, igen. Ennyi. De egyébként velem is történt nagyon sok olyan dolog, hogy azt hittem, hogy tudom és nem tudom. Elfelejtettem a nevét. Hát ezek ilyen alapbakik. De akkor nem volt olyan egetrengető. Egetrengető nem soha. Volt. Tehát olyan, hogy játékos történeteim vannak nyilvánvaló kismillió. Innen most hova tovább? Most átülsz ide a Paletta stúdióba? Most átmegyek a Paletta stúdióba, hiszen az esti palettát fel kell majd mondjam. Aztán egy óra múlva, másfél óra múlva találkozom Pásztor főorvos úrral, hiszen ma volt a szexuális magatartásról egy vetélkedő, megyei vetélkedő döntője, és vele fogok beszélgetni erről, addigra meg lesz az eredmény, tehát 3-4-5 lesz, utána semmi nem lesz, tekintve, hogy jön a híradó 7-kor, és holnap pedig folytatódik az egész előről. Folytatódik a munka, hála Istennek. Köszönöm szépen, Lali, hogy itt voltál. És hát szívből gratulálunk még egyszer a Fejér megyei Prima díjhoz, amit szerintem méltán megkaptál, illetve hát ezt a közönségdíjat, de szerintem akár a fődíjat is elvihetted volna, mert hát nyilván megérdemled. És én azt kívánom, hogy nagyon-nagyon sokáig maradjál itt közöttünk, és legyél a kollégánk. Így legyen. És tanulhassunk tőled sokat. Köszönöm szépen, megtiszteltél. Köszönöm.
Önöknek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!